A 19. és a 20. századi örökség újraértékeléséről fogok beszélni, arról, hogy mik is azok az értékek, ha egy várost vizsgálunk, mik az egy épületnek az értékei, mi a város szerkezet értéke, és hogyan tudjuk ezt megőrizni napjainkban, úgyhogy azért a mai élet követelményeihez igazítsuk azokat. Mit lehet elmondani Szabadkáról, az örökségvédelemről? Szabadkáról nem tudom, hogy mit lehet. Miért fontosak az ilyen összejövetelek, szakmai konferenciák? Az ilyen szakmai konferenciák nagyon fontosak azért, hogy tapasztalatot cseréljünk, megnézzük azt, hogy más városokban hogyan oldották meg ezt, hogyan sikerült összhangba hozni a mai életet és az örökséget, hogyan használják az épületeket, hogyan újítják fel azokat. Mennyire sikeres? Látjuk Nyugat-Európában, hogy milyen nagyon sikeres az örökség és a modernitás összehangolása. Mi ennek az origója? Ez nálunk még igazából gyerekcipőbe jár, azért is fontosak ezek a konferenciák, hogy kitekintsünk és európai példákon keresztül tanuljunk, hogy hogyan alkalmazzuk ezeket a példákat itt is. És ahogy mondtam, az a legfontosabb valahogy, hogy megtaláljuk az összhangot az örökség és a mai élet követelményeink között, hogy úgy tudjuk használni az épületeket, hogy értékeljük azokat, a történeti értéküket, építészeti értéküket, de ugyanakkor megfeleljenek a mai kor követelményeinek. Köszönjük szépen, a nevét mondja legyen. Szilágyi Mária.